Azt az egy újabb Wild Rift videó, és ez egy eléggé különleges videó lesz, ugyanis sikerült megcsinálni a Grandmastert, és hát, hol is kezdjem, igazából ez egy ilyen beszámolóféle videó lesz, ugyanúgy, mint a Masteresnél. És hogy és hogyan jött össze így nagyjából, meg hogy ja, hogy ugye sztori, meg minden. De igazából a történet annyi, hogy hogyan mentem fel, hogy hogy már ugye közeledtem ugye a 20 plusz LP fele, ami igazából ugye ez, amennyi most vagyok, az a előző, tehát ez a változtatás. Ha nem lenne, akkor ez lenne ilyen 220 valamennyi LP, tehát, ja. És itt szezon eleje fele ugye kevesebb ez. Csak ugye itt meg már úgy adja, hogy 22, szóval, ja. De ez ugye 220 lenne átszámítva a régebbi rendszerbe. Szóval, ugye közeledtem így afelé, hogy már feldobna, és úgy voltam vele, hogy már közel vagyok minden, és akkor megpróbálom megcsinálni egybe ugye azt a mennyiséget, amennyi kell. És szerencsére nyertem, volt egy-két lose, de volt ilyen shieldem is, szóval két lose-t azt kivédtem, és akkor így összejött igazából ugye annyi, amennyi kellett hozzá. De nem dobott fel egyből, tehát a meccs után nem úgy volt, hogy promótáltam, és akkor kijelezte minden, nem, hanem ott voltam ugye 22 LP-n, és nem történt semmi. Na mondom, nézem, fasza. Azt hittem, hogy ennyi elég lesz, mert ugye láttam, hogy ennyi kell hozzá, meg minden, de nem. Aztán annyi volt igazából nekem a game, utána már nem is játszottam aznap, nem is léptem fel semmi. Aztán igazából úgy volt, hogy délután bealudtam. Aztán ilyen éjjel 11-kor felkeltem, és akkor ugye utána, vagy akkor felléptem, meg minden. És akkor látom, hogy feldobott. És így hát meglepődtem, meg minden, mert azt hittem, hogy nem tudom, több kell hozzá, vagy valami, de szerencsére, igazság szerint ez kellemes meglepetés volt így estére, meg minden. És hát így, ja, nagyon örülök neki, meg örültem neki, hogy feldobott. És így ennyi. Itt is látjátok, nagyon menő néz ki. Az a fasz, hogy ez már ott fog lenni. Tényleg ez a Grandmaster izé logó rank, ez nagyon menőn néz ki. Á, nagyon fasz. Na! Hát, bemutatok pár ilyen utcsó meccset. Pont ez volt az utolsó gyümszel, hát ebben
a kill az nagyon balfasz meccs volt, de megnyertük egyébként, az a lényeg. Aztán ugye itt, amit látjátok, volt itt ilyen lose. Egyébként a top 2 patával játszottam. Be is jelöltem a palit. A top 1 panton volt. Kétszer egymás után dobott össze vele, de megnyertük a másikba. Szarok voltunk. Gálióval elég jó voltam. Na mindegy, szóval így mindig ugye így behozogattam olyanokat, amiket így jónak láttam, meg minden. Nem mindig jött össze, mert hozhattam volna jobb pikkeket is, de így összességében egyébként mindig megsikerült valahogy oldani ugye ezeket a meccseket, meg hogy ne legyen annyira borzasztóan katasztrofális a rossz. Hát nyilván azért volt olyan, amit már nem lehetett megfordítani, de jó. Szóval igen, sikerült, összejött, nem gondoltam volna, tényleg nem hittem volna, hogy el fogom ezt térni, de hát meglett és örülök neki. Hát, hogy a következő mi lenne, hát már a Challenger, de hát most arra, ugye itt van ez a top 2 Katarina, ugye látjuk, hogy 40 LP-n van és még nem dobta fel, tehát de egyébként Challenger Heska, hát nem tudom, kéne ilyen 50 plusz biztos, de ugye meg tudjuk nézni. De ez növekszik is ugye, szóval nem lehet annyira belőni, behatározni. Ugye megnézzük, megpróbálom belőni, hogy hol van. Top! Egy az 100 LP-n van, ami ugye 1000 LP-nek felelne meg. Nem tudom egyébként, hogy mi vezették be ezt a egy pontos izét, de oké. Na várj, hogy kell itt? Igen, így. Na, ide megyünk a végére. És akkor itt látjuk, igen, 40. Tehát itt 50, lehet azt mondani, hogy 50-től már Challenger lenne. Ugye? Ami hát azt jelenti, hogy nekem hát 30, tehát kétszer ennyi LP-t kéne még gyűjtenem, amennyi most vagyok, hogy hát amennyit eddig elértem Master után. Szóval, hát elég durva, úgyhogy a Challenger-t azt már nem mondom. De ha játszogatok tovább, meg minden, és akkor sikerül feljebb bennem, akkor talán még lehetséges a Challenger is. De az már tényleg... Hát, nem tudom tényleg, hogy arra mit mondjak. Hát a Grandmastert se hittem volna. Hát meg a Challenger-t, de ki tudja igazság szerint, hogy mi jöhet még össze. Na, hát majd biztos csinálok még majd valami tippes videót egyébként erről, meg hogy ja, hogy miket kell tudni, de hát ez már alap, mert az előző tippes videóban is benne voltak, csak ezt még így lehet így fejleszgetni, mélyíteni, de az alap az ugyanaz. És hát igen, hát nyilván nem lehet minden meccsen 100%-ot hozni, meg néha be kell vállalni olyan picket, amikkel nem vagy olyan jó, vagy coin flip, hogy most vagy jó leszel, vagy nem. Nyilván olyankor lehet esni, elég nagyokat is, de ugye mindig egy stabil szintet meg kell próbálni hozni. Tudom, hogy elég semmit mond ez a videó, mert nem is tudok sokat mondani, meg így most random így mondani dolgokat, majd ez úgy lenne jó, hogyha tényleg összeszedem, hogy milyen tippeket mondanék, és akkor azt egy tippes videóba, mint volt ez a hogyan legyél a játék mestere. Ez most tényleg csak egy ilyen beszámoló, vagy hát ilyen helyzetjelentés, hogy igen, sikerült. Nem hittem volna, hogy ilyen ugye magasra fel tudok menni a játékba, de hát összejött. És
és igazából ezeket a tudásokat majd megpróbálom továbbadni, meg átadni, így a videókon keresztül, amennyi majd jön. Most van pár még így, van pár videó, ami még tervben van, meg fel van, ja már nincsen. Vagy megvan? Nem tudom, mert töröltem ki videókat. Na mindegy, a lényeg, hogy nem is erről beszélek, mert ez nem is ide tartozik. Szóval, hogy tényleg nem tudom, hogy mit akarok mondani, amúgy videózok, bazd meg, de nem tudom, hogy miről beszéljek. Na mindegy. Hát ez mindenféleképpen egy nagy eredmény most nekem, meg fasz, hogy idáig eljutottam. Tényleg meglátjuk, hogy még hova tovább, hogy még hova vezet ez az egész. Úgyhogy megköszönöm a figyelmet. Hát igen, nem tudok sokat beszélni, mert erről nincsen sokat mit beszélni, csak az, hogy örülök neki, meg minden. Úgyhogy, nyilván ezek hozzájuttattak olyan tapasztalatokhoz, amiket például egy diamond szinten nem nagyon tudnék elérni. Szóval ebből mindenféleképpen fasza, meg hogy így tényleg megtapasztaltam, hogy milyenek a high glow meccsek, mert tényleg nagyon sok ilyen playerrel összedobott, hogy top 1 ez, meg top 1 az, vagy top 10, vagy top 2, vagy mit tudom én, értitek? És akkor így jó volt végre már ilyen emberek közt játszani, és nyilván volt olyan, hogy veszítettem velük is, de legalább a meccs az olyan volt, hogy nem ilyen szar. Hát nem mondom azt, hogy az összes meccs itt is olyan, hogy tényleg hogy hát minden meccs ilyen nagyon brutálisan profi, meg minden, mert van egy szint, amikor már itt is elengedik az emberek a meccset, de tényleg így összességében sokkal jobb a színvonal nyilván, és ugye ezt a mesteres beszámolóban is elmondtam. Na úgyhogy annyira felesleges, sok a semmit mondó pofázás, meg minden, úgyhogy én itt le is zárnám a videót, majd érkezni fog még biztos, hogy pár tartalom erről az egészről, meg lehet, hogy majd összedobok valami tippes videót is, stb. Úgyhogy én megköszönöm az eddigi figyelmet. Most tényleg nem tudok sok mindent nyilatkozni. Ugye erről a kapcsolatban csak annyit, hogy örülök neki minden. Fasz, hogy idáig elértem. És hát a Challenger-t azt, hát nem mondom biztosra, hogy szépen mondjam, de ki tudja, lehet, hogy a Challenger is sikerülni fog, attól függ, hogy fog menni a játék. Na, kösz, hogy megnéztétek, meg hogy milyen jól fog menni ugye a játék, mert... Ja, na hát akkor tényleg lezárom. Hajrá, srácok! Hajrá, előre nektek is sok sikert, meg stb. Na, szavaztok!